Győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyháza Blue Sharks, a bajnokságban második fordulóban bekapcsolódó cápák 8 pontos sikert arattak a budapesti Honvéd ellen. Mint Busz Iván, a nyíregyháziak irányítója elmondta, tipikus első meccset játszott a két csapat. A fővárosiak különösebb teher nélkül léptek pályára, míg a hazaiakkal szemben elvárás volt a győzelem. Végül jó hajrájának köszönhetően hozta a kötelezőt a házigazda. Nagyon-nagyon nehéz volt, de számítottunk is rá. Beszéltük is egymás között viccesen, hogy lehet jobb lett volna elkezdeni menetrend szerint az oroszlánya idegenbe, mert ez egy olyan meccs volt, amikor hál' Istennek vagyunk olyan helyzetben, hogy elmondhatjuk, hogy hazai pár mi voltunk az esélyesebbek, még egy Honvéd ellen is, akik nagyon sokat erősödtek idén, és rajtunk volt a nyomás. Ők eljöttek úgy, hogy igazából veszíteni vagyok nincsen, de tényleg nem egy gyenge csapat, tehát tudtak volna meglepetést okozni. Nyögvenyelős is volt a játék, időnként akadozott, de tényleg csak annyi volt a lényeg, hogy behúztuk, és megvan az első két pont. Az oroszlányi meccset a szerdai házigazda kérésére halasztották el a nyitófordulóban. A nyíregyháziak így már a Honvéd elleni mérkőzés tapasztalataival felvértezve készülnek a rangadóra. Vasárnap megnéztük a felvételt az előző mérkőzésünkről, megnéztük, hogy mik a hibáink, főleg támadásban voltak hibáik, igyekszünk kijavítani őket. Sok plusz maradt bennünk, főleg a támadójátékunkban, de ha ilyen jól tudunk védekezni, mint a Honvéd meccsen, akkor lehet keresni valunk a mérkőzésen. Az oroszlány az elmúlt két szezonhoz hasonlóan ezúttal is a feljutást megcélozva kezdte a bajnokságot, mégpedig egy nagykörösen aratott 43 pontos győzelemmel. Szerdán kemény csatára lehet számítani, mivel a két csapat az elmúlt két szezonban mind a bajnokságban, mind a HEP kupában szoros meccseket játszott egymással. Az oroszlány már ugye hozzászoktunk, hogy évek óta esélyesként indul a bajnokságban. Én személy szerint nagyon szeretek ott játszani, nagyon jó csarnokuk van, nagyon jó hangulat van, a szurkolók is űzik, hajtják őket. Mindig is az elmúlt három évben szoros, jó kis parázsmeccseket játszottunk ott. Talán sajnos nem sikerült még nyerni, de mindig ilyen 5 ponton belül volt a végeredmény. Most kijelentettem, hogy nem esélyesként megyünk oda, de most is hasonló ütközetre számítok, és én bízom benne, hogy tudunk egy meglepetést okozni. A nyíregyházi csapathoz egyelőre még nem érkezett légiós, így a cápák a Honvéd elleni kerettel utaznak oroszlányba.